Sziasztok, ma az exponenciális egyenletekkel megyünk tovább. Azokat az egyenleteket nevezzük így, amelyeknél a hatvány kitevőben szerepel az ismeretlen. Például 3 az x-ediken egyenlő 9 a 2 másodikon, mondjuk. Az ilyeneket nevezzük exponenciális egyenleteknek. Hogyha ugye a hatvány kitevőben egy ismeretlen szerepel, jelen esetben az x. Az ilyen egyenleteknél a hatványozás azonosságait kell lényegében tudatosan alkalmazni, ezért is fontos, hogy ezt készségszinten sajátítsátok el. És a végső célunk az, tehát a megoldásunk fő motivuma, hogy az egyenlet két oldalát, mondjuk vegyük például ezt, ügyes átalakításokkal addig-addig alakítgatjuk, ameddig az egyenlet két oldalán azonos alapú hatvány nem áll. Tehát az a lényeg, hogy itt az alapok azonosak legyenek, mint jelen esetben ezt a 3x-et, a 9-est fel tudjuk bontani úgy, hogy 3-as legyen az alapja, méghozzá úgy, hogy 3 a másodikon, ugye is ez van a másodikon, és ha ezt én szépen rendezem, akkor az lesz belőle, hogy 3 a negyediken, ezért fontos a hatvány azonosságait is elsajátítani. Na, hogyha azonos az alapunk az exponenciális egyenleteknél, akkor az exponenciális függvény kölcsönös egyértelműségére szoktunk hivatkozni, tehát azt szoktuk ideírni, hogy szigmon, tehát szigorú monotonitása miatt elhagyjuk az azonos hatványalapokat, jelen esetben ezt a 2-3-ast, és akkor csak már a fölsőket nézzük, és akkor azt lehet leírni, hogy x egyenlő 4. Tehát ennek a feladatnak ez a megoldása. Fontos még ugye a műveletek sorrendjének a hierarchiáját is ismerni, valamint a valós hatványkitevőket, ugye elsősorban a racionálisat, de az előző videóban ugye gyakoroltuk a hatványozást elég alaposan, de térjünk is rá a feladatokra. Így szól az első feladat, 4 az x-ediken egyenlő, 8-szor köbgyök alatt a 2. Na, hogy állunk neki ennek a feladatnak? Ugye látjuk, hogy itt van egy gyökvonás, és eszünkbe jut az, hogy a hatványozás és a gyökvonás szoros rokonságot mutat, ezért ugye exponenciális egyenletekről van szó, átalakítjuk, hogy hatványok legyenek mindenhol, minden oldalon, és a cél az tehát, hogy azonos alapokat hozzunk létre. Mindig törekedjünk a legkisebb hatvány alapra, és ha látjuk itt, hogy 8-as, 4-es és 2-es van itt, akkor biztos, hogy itt ezek valahogy összefüggenek egymással, ezért érdemes felbontani a 4-est, illetve a 8-ast is primtényezőre, mivel itt a legkisebb a 2-es. Kapásból át tudjuk alakítani a 4-est 2-esekre, én így szoktam nevezni, ez 2 a másodikon, ez tesz ki a 4-et, és ez van még az x-ediken. 8-szor, na már most átalakítjuk mi a harmadik gyök alatt a 2-t racionális kitevőjű hatványá. Ugye ez nem lesz más, mint 2 az 1 harmadikon, mert ha emlékeztek az előző videómban, azt mondtam, hogy ezt simán át lehet alakítani ugye gyökös kifejezésé, az alsó megy ide kifelé a gyökjel fölé, így lett köbgyök alatt a 2, vagyis ez nem más, mint ha hatványalakba írjuk át, 2 az 1 harmadikon. És ugye eszünkbe jut az, hogy még a 8-ast is át kéne nekem alakítani, eltévejettem, ugye a 8-as is át lehet alakítani 2-esekké, ez nem lesz más, mint 2 a harmadikon, és akkor így vagyunk szor 2 az 1 harmadikon. Na, ha most látjuk ezt, hogy azonos itt a két oldalon az alap, meg itt is, nem fogjuk rögtön azt ideírni, hogy szigmon, és akkor nem az történik, hogy 2x egyenlő 3 plusz 1 harmad, mivel az oltári nagy baromságot fog adni. Arra kell töregetni lényegében, hogyha ilyen kifejezés áll, hogy itt csak egy darab legyen. Mind a jobb oldalon egy hatványalap, vagyis mind a bal oldalon egy hatványalap, illetve a jobb oldalon is csak egyetlen egy hatványalap legyen. És ha erre a
jobb oldalra ránéztek, akkor rögtön eszetekbe jut egy hatványazonosság, méghozzá az A az N-dikenszer, A az N-diken, ugye azonos itt az alap, ez pedig nem lesz más, mint a szabály szerint A az N plusz N-diken, tehát így járunk el itt is, hogy 2 a 2 X-diken egyenlő, 3x3 az 9, meg 1 az 10, ez 2 a 10 harmadikon fog szerepelni. Na már most, ugye ide írhatjuk, mivel itt is egy van, meg itt is egy, ide lehet írni azt a bűvös kis mondatot, hogy szigorú monoton nő, ugye? Mivel az exponenciális függvény szigorúan növekvő, tehát a két hatvány akkor és csak is akkor lehet egyenlő, ha a kitevők is megegyeznek. Tehát elég csak azt odaírni mondjuk, hogy Sigmund nő, és ilyenkor elhathatjuk a hatvány alapokat, és egy egyszerű kis egyismeretlenes egyenlettel fogunk szembenézni, aminek a megoldása az lesz, hogy x egyenlő 10 hatod, és ha leegyszerűsítünk, akkor 5 harmadot kaptunk ennek a feladatnak a eredményéül. Nézzük a következőt. Íme a következő feladat, pillantjunk egy kicsit rá. Ugye ilyenkor kapásból az ember nekiállna szétbontani ezeket, hogy 4 a másodikon szór, 4 a mínusz 5x-edikenből 1, de akkor nagyon nagy bonyodalom keletkezne. Pillantjunk rá, hogy itt van egy ből 1 kifejezés. Ha én nekem eszembe jut az, hogy 4 a 2 mínusz 5x-ediken egyenlő, ugye ehhez az oldalhoz hozzáadtam az 1-et, 1, akkor már is eszembe jut az, amit a hatványoknál tanultam, hogy minden szám, vagyis bármely szám nulladik hatványa 1. Igen, ez eszembe jutott, akkor a 4 nulladik hatványa is 1 lesz, és már is azonos alapot kaptam, azaz 4 a nulladikont, hiszen bármely szám nulladik hatványa 1, és innentől kezdve már odaírom, hogy a 4x függvény szigorú monotonítása miatt elhagyhatom az alapot, ezért simán az szerepel, hogy 2 mínusz 5x egyenlő 0, és ha én ezt megoldom x-re, azt kapom eredményül, hogy 2 ötöd. Ilyen egyszerű volt ez a feladat. Bár egy kicsit bonyolultnak tűnt, de mindig vegyük észre, ha mondjuk itt szerepel egy mínusz 1, és ha én most képzeletbe hozzáadom a jobb oldalhoz, akkor itt 1 fog szerepelni. Már is eszembe jut, hogy bármely szám nulladik hatványa 1, akkor közös alapot is létre tudtam hozni, így egyszerűen meg tudom oldani a feladatot. Lássuk a következőt. 2 harmad az x-ediken szer 9 nyolcad az x-ediken egyenlő 27 60 negyed. Rápillantok és látom, hogy itt bizony kettesek és hármasokká fogom tudni én átírni ezt az egész kifejezést, hiszen a 8-ast biztos át tudom kettessé írni, a 9-est 3-asra, a 27-est ugyanúgy át tudom írni hármasokká, a 64-est is kettesekké. De először pillantsunk rá. Ugye ezért mondtam, hogy fontos a hatványazonosságokat ismerni és készségszinten elsajátítani, mivel itt látom ezt a kifejezést, és eszembe jut az azonos kitevőjű hatványoknak a hatványozása. Tehát erről az jut eszembe, ha emlékeztek, A az n-ediken szer B az n-ediken, az nem lesz más, mint A szor B az n-ediken. Ugye azonos itt a kitevőjük, a hatvány kitevő azonos, ezért én kapásból át is fogom tudni ezt írni úgy, hogy 2 harmad szor 9 nyolcad az x-ediken, ugye? Egyenlő, most még nem írok át semmit, 27 60 negyeddel. Elvégzem én gyorsan ezt a szorzást, azt kaptam, hogy 18 24 van az x-ediken, és ez van még a 27-64-en, vagyis egyenlő 27-64-del. Leegyszerűsítek itt bent a zárójelen belül, és ha leegyszerűsítem, akkor azt kapom, hogy 3 negyed,
van az x-ediken. Itt is, itt pedig átírom. Ugye itt 3/4-et kaptam, amit továbbá nem tudok egyszerűsíteni, ezért érdemes ugye a 27-est biztos át tudom írni 3-asokká, mert ugye az a célunk, mindig a fő motivációnk az exponenciális egyenletek megoldásánál, hogy az alapok azonosak legyenek mind a bal, mind a jobb oldalon. Ezért a 27-est is megpróbálom 3-assá átírni, ami megy is, az 3 a harmadikon lett. A 64-et pedig 4-esekké kellene nekem átírni, az is megy, mert az meg nem más, mint 4 a harmadikon. És észreveszem, ugye itt is van egy hatványazonosság, amit egyszerűen föl tudok úgy írni a jobb oldalt. 3/4 x egyenlő 3/4 a harmadikon, ugye ez is egy hatványazonosság, és már ide tudom írni azt, hogy szigmon, elhagyom a két alapot, ezért a feladatnak a megoldása, ugye már itt nézem, elhagytam a hatványalapot, x egyenlő 3, ilyen egyszerű volt. Lássuk a következő feladatot. Itt szerepel a 27x2 az x-ediken, egyenlő 8x3 az x-ediken. Hát ezen a feladaton egy kicsit elgondolkozunk, és látjuk azt, hogy a 27-est át lehet írni 3-asokká, 8-ast 2-esekké, hát próbálkozzunk meg ezzel. A 27 az nem lesz más, mint 3 a harmadikon, szor 2x egyenlő 2 a harmadikon, szor 3 az x-ediken, ezeket már tovább nem is tudom átírni. És ugye az exponenciális egyenleteknél a fő cél az, hogy mind a bal, mind a jobb oldalon azonos hatvány alap legyen. Ezért én inkább azt mondom, hogy az x-esek legyenek a jobb oldalon, vagy a bal oldalon, tehát egy oldalra rendezem az x-et, mint ahogy az egyenleteknél megszoktuk. Először én elosztom 2 a harmadikonnal. Akkor én azt fogom kapni itt a bal oldalon, hogy 3 a harmadikon per 2 a harmadikon szor 2x egyenlő 3 az x-edikennel. Ugye ez a hatványok osztása már itt eszembe jutott, a hatványok osztása, ami azt jelenti, hogy 3 2 a harmadikon szor 2x egyenlő 3 az x-edikennel. És most én egy oldalra rendezem az x-eket, azaz elosztok most 2 az x-edikennel, akkor itt még mindig maradt az, hogy 3 2 a harmadikon egyenlő 3 az x-ediken per 2 az x-ediken. Ugye itt van a hatványok osztása, megint elő jött 3 2 a harmadikon egyenlő 3 2 az x-ediken, azonos az alap, odaírom a szigmon kifejezést, és megoldom azt, egyszerűen, hogy 3 egyenlő x-el, és kész is vagyok a feladattal. Nézzük a következőt. Itt is egy szép feladat van, rápillantok, és rögtön látom, hogy ez 3-asokból fog állni. A 9-est 3-asra át tudom írni, a 27-est is. Akkor először nézzük ezt meg. Ugye a 9 az nem lesz más, mint 3 a négyzeten, és ez van az x-ediken, mínusz 6 szor 3x egyenlő, a 27 pedig 3 a harmadikon. Akkor ezt szépen én leírom, ugye ez 3 a 2x-ediken, mínusz 6 szor 3x egyenlő 3 a harmadikonnal. Itt látunk egy olyan alakot, amiben az exponenciális kifejezés első és második hatványa szerepel. Na, amikor ilyennel szembesültök, hogy mind az exponenciális kifejezés első és második hatványa is benne van a feladatban, akkor biztos, hogy egy új változott, új ismeretlent kell bevezetni, és egy másodfokú egyenletet fogunk kapni. Én jelen esetben bevezetem az y-t, mint új változót, és azt mondom, hogy az y legyen a 3x. És a 3x-ek helyére behelyettesítem az y-t. Ha y az 3 az x-ediken, akkor 3 a
x-ediken, az nem lesz más, mint y a négyzeten, mivel 3 az x-ediken y, ez van még a négyzeten, ez y négyzet, mínusz 6-szor y, mire a 3 az x-ediken az y, ugye, és én itt rögtön másodfokú egyenletre hozom, mínusz 3 a harmadikon az 27 egyenlő 0. És most megoldom ezt a feladatot, y 1, 2-re a másodfokú egyenlet megoldó kulcsa szerint. Y1-re azt kaptam, hogy 9, Y2-re pedig mínusz 3. Na, melyik a jó megoldás? Hát ezek közül csak az Y1 megoldása jöhet szóba, mert a 3 az x-ediken nem lehet negatív. Hát ugye úgyis vissza kell helyettesíteni. Ugye azt mondtam, hogy y az egyenlő 3 az x-ediken, akkor ugye most az y-ra kijött az, hogy 9 egyenlő 3 az x-ediken, ugye ez a visszahelyettesítés. Ugye 9 egyenlő 3 az x-edikennel, akkor ezt megoldom, ezt a szimpla kis más exponenciális egyenletet, ugye ez 3 a négyzeten a 9-et átírtam, ez pedig 3 az x-ediken, és akkor kijött az erre a feladatra, hogy az x egyenlő 2-vel, és meg is oldottam ezt a feladatot.